Na sziasztok, az én nevem Varnis, srácok, illetve lányok! Ma este jelenleg 10 óra van, és hóembert fogunk építeni. Ezt egy kicsit megkavarjuk egy Q&A-vel, úgyhogy nem lesz egy unalmas dolog. Fogjunk hozzá! Első és legfelkapottabb kérdés. Szia, hogyan élted meg azt, hogy fel kellett nőnöd, mármint középiskola után, érettségi, stb. Vagy ez neked nem volt annyira fontos szakasz az életedben? Közben elkezdek dolgozni is. Én annyira nem észleltem azt, hogy most hirtelen olyan nagyon változnak a dolgok. De összességében egy idő után már volt olyan, amikor észleltem azt, hogy már azért nem vagyunk gyerekek, ennek ellenére van nagyon sok gyerekes videóm is, de volt egy olyan stádium az életemben, amikor már kapcsoltam, hogy most már kicsit inkább felnőtt módjára kéne viselkedni, épp ezért gyúrok most egy hóembert este 10-kor. Következő kérdés. Szia Barni, a csatornát egyensúlyban tartod a komoly és komolytalan tartalmakkal? Ez rendben van. Az a kérdésem, hogy ebben az évben melyikből tervezel többet? Nagyon jó kérdés. Nekem komolyabb tartalmak sokkal jobban tetszenek, például vlogok. Szerintem életem legjobb döntése volt a heti vlog sorozat, ugyanis így én is rá vagyok kényszerítve, hogy legalább hetente egy normális videó legyen, még akkor is, hogy időnként van egy kettő szünet, most volt egy hónapos. Én mindkettőt nagyon-nagyon szeretem csinálni. Én nagyon szeretek este 10-kor hóembert is építeni, de nagyon szeretek időnként nekiülni egy-egy videónak, és viszonylag komolyabb tematikájú dolgot összerakni egy ilyen, hát egy heti vlogban, vagy legyen az egy másik videó, csak egy ilyen tök valamilyen videó. Én mindkettőt nagyon-nagyon szeretem csinálni, és úgy gondolom, hogy most megtaláltam az arany középutat. Most szerintem megvan a jó egyensúly, most megvan a csatornán. Ez egyre nehezebb, basszus. Következő kérdés. Csak orral tudok lapozni. Szia! Hogyan éled azt meg, hogy hajnalig vágsz videókat, és utána újra kelsz és gyártod a videókat? Volt már olyan, amikor nagyon fáradt, ideges volt, és megfordult a fejedben, hogy miért csinálod ezt? Volt, abszolút volt, nagyon sokszor volt. De szeretem csinálni, úgyhogy gyúrom tovább a hóemberem. Egyébként úgy vagyok vele, hogy most vagyok fiatal, és mivel most vagyok fiatal, ezért most nem akarok pihenni. Majd, ha öreg leszek. Ez jó lesz a lapnak? Jó, egy szint megvan. Következő kérdés. Szia Bari, nagyon jók a videóid, gondolkodtam azon, hogy esetleg videóklipet forgass? Nem. Mit csinálnál akkor, ha egy reggel úgy ébrednél fel, hogy egy uborka vesz fel egy videót a csatornádra? Szia Barni, te ha Balatonon nyaralsz, akkor az északi vagy a déli part inkább? Ez jó kérdés. Ez vegyes, ez attól függ, ez érdekes. Hogyha úgy megyek a Balatonra, hogy csak fürdeni, akkor inkább a déli. Azért, mert ugye ott alacsonyabb a víz, meg kicsit olyan strandosabb beütés az egész. Viszont, hogyha mondjuk úgy vagyok vele, hogy valaki elmennék csak horgászni, akkor az északira mennék, mert az más. Az ilyen... A déli part inkább fürdősebb, úgyhogy az egyéb tevékenységekkel inkább az északi partra mennék. Ha lesz gyereked, és megtudod, hogy nincs feliratkozva a csatornádra, mit csinálna? Gyere ide, fiam! Jó van. Ne vegyétek komolyan, de hogy lehet ilyen kérdést feltenni? Téged melyik idegesít fel jobban? Ha valaki túl sokat beszél, vagy kevesebbet beszél, de elég nagy hülyeségeket. Egyetem, hogyha valaki túl sokat beszél. Amikor valaki alapból nem beszél sokat, de mondjuk egy hétvégi kis összeruccanáson, egy kis iszogatás után, nagyon-nagyon megered a nyelve, és nem tudja abbahagyni, és amikor valaki nagyon máshogy viselkedik olyankor, az is irritál. Szóval összességében, ha velem találkozol, akkor ne beszélj velem. Egyébként nagyon barátságos kisrác vagyok. Mit csinálnál, ha egyszerűen megállna az idő, és csak te tudnál élni egy hónapig? Szia Barni, azt szeretném kérdezni, hogy a szobád falat téglából van-e? Kicsit fedd. Szia Barni! Voltam már olyan, hogy be. És nem sikerült hazamenni. Volt. Ausztriában voltam. Nem emlékszem semmi, úgyhogy nem tudom elmesélni, de arra emlékszem, hogy reggel 4-kor hazajöttem Sopronba. Kinnaludtam a teraszon. Felkeltem reggel 7-kor. Visszavonatoztam Ausztriába.
majd visszavonatoztam Sopronba, és hazajöttem. Nem tudok mit mesélni, nem emlékszem rá. Lesz rép a hámozós videó? Lesz. Szia Barni, szereted a sarki rókákat? Hova utaznál egy hétre legszívesebben? Nagyon szeretem a rókákat összességében, szerintem nagyon érdekes állatok. Vagy egyetest. Főleg azért szeretem a rókákat, mert nagyon ilyen kis kecsesek, kis fekete tappancsukkal ott mennek a hóba. Mi volt a másik kérdés? Most kicsit a havas tájakból elég lesz, még lesz egy hét havas táj. A videókban ezt majd látni fogjátok, nem akarok én nagyon sok mindent mesélni. De valószínűleg valami melegebb helyre, most egy kicsit úgy elég volt ebből a hidegből. Szia, engem már régóta érdekel, hogy ti videósok milyen véleménye vagytok azokra az Instagram oldalakra, amik arról szólnak, hogy történeteket találnak ki rólatok. Hát én megmondom őszintén, én annyira az ilyeneket nem követem. Nincsen szén, úgyhogy nézzétek el nekem, hogy a... a Hornber feje a Szotyi lesz. Félelmetes, nagyon félelmetes szegény. Nehagyj, testére nem fog tudni aludni. Nyakkendő! Szia Barni, mi volt az eddigi legnagyobb dolog, amit a csatornának és a nézőnek köszönhetsz? Mit ajánlasz azoknak, akik most kezdnek videózni? Akik most kezdik el, én azt ajánlanám elsősorban, hogy gondoljátok át, hogy milyen lesz ez az egész, hogyha esetleg tényleg befut, és hogy ti vállaljátok-e azt a kockázatot, ami ezzel jár. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog, és ebbe annak idején én sem gondoltam olyan pontosan, és egy kellett egy kis idő, amire erre az egész rájöttem. És mi volt az eddigi legnagyobb dolog, amit a csatornának és a nézőnek köszönhet? Azt szerintem az, hogy jelenleg az időbeosztásom szabad. Én ezt nagyon-nagyon értékelem, a saját magam főnöke vagyok, és ez az időbeosztásos szabadság él nekem a legtöbbet, és ezt nektek köszönhetem, úgyhogy emiatt nagyon hálás vagyok nektek. Neked is köszönöm, adj egyet! Fedd a feje! Utálja az egészet! Fáj a háta. Gerincfelvédés, ez szegény. Jó. Na, gyújtsuk már meg a csináljunk neki hajat. Az nagyon jó, gyorsan benzinkben. Köszönöm, megnéztétek ezt a Q&A-t. Harryvel még varázsolunk ennek a hóembernek egy kis hajat. Hogyha meg nem vagytok feliratkozva, akkor iratkozzatok fel. És ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!